A magyarság egyik legrégebbi tiszamenti települése Szabolcs. Történelmi emlékei közül kiemelkedő jelentőségű a Tomori kúria, amely majdnem a feledés homályába merült. A Tomoriak vagyonos földesúri családként éltek itt a múlt század közepén, de a háború után elhagyták az országot, otthonukat pedig államosították, így került a község tulajdonába. Az évtizedek alatt működött óvoda, orvosi rendelő, mozi és postaként is. Az elmúlt 8 évben a község úgy döntött, hogy kulturális örökségként mentik meg. Erről beszélt 35 perc című műsorunkban a polgármester. Támaszkodva a korábbi kutatási eredményekre, történészek, régészek feltárásai, dokumentumok alapján úgy döntöttünk, hogy ez kiváló lehetőség lenne ahhoz arra, hogy átalakítva, felújítva ezt a kúriát, kialakítsunk benne az európai földvárak történetét bemutató, látogató teret, kiállítási központot. Tulajdonképpen ez volt a cél. Ezt sikerült megvalósítani, fizikai valójában a múlt év végére ez elkészült. Most folyik a finom munkálat, gyakorlatilag a kiállító térnek a berendezése, szemléltető eszközöknek a beállítása, tehát hogy látogató komfort legyen a létesítmény. Ehhez sok munkát kellett elvégezni. Fel kellett újítani például a fatető szerkezetet és födémeket, javításra szorult a betonajzat, üvegszövet hálót és függőeres csatornát kellett szerelni. Sőt, a talajnedvesség elleni szigetelést, valamint a homlokzati fal hő és hangszigetelését is meg kellett oldani. A Covid és az energiaválság jelentősen megnehezítette, időnként hátráltatta a munkát. Most, hogy befejeződött a felújítás, új turisztikai szemlélettel vezeti tovább a községet az önkormányzat. Van tiszapalti kikötőnk, sétahajóknak, túrahajóknak, tehát sok minden együtt áll ahhoz, hogy látogató baráttá tudjuk varázsolni a települést. Infrastruktúrálisan rengeteget fejlődtünk az elmúlt 10 év alatt, szálláshelyek is vannak. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy legalábbis én ezt vallom, hogy most már a mennyiség helyett a minőség irányába kell elmenni, ahogy a mondás tartja, a kevesebb, néha több. Tehát nem azt kell most már halmozni, hogy még több attrakciót bevinni, hanem azt, ami megvan, azt olyan szinten működtetni, ami hát egyrészt méltó ehhez az örökséghez, amit ránk maradt. Most nekünk jutott ez a feladat, ez hozta a sors, nekünk kell helytállni, és a mi helytállásunk lesz gyakorlatilag a példa a következő generációnak. A tervek szerint a Tomori kúria állandó kiállítótér lesz május 20-ától. Ekkor vágják át a szalagot és adják át az épületet. Ugyanezen a napon emlékoszlopot is avatnak majd a nemzeti emlékhelyé válás tiszteletére. És az első vármegyenapnak is Szabolcs ad majd otthont május 20-án.